Nicholas Betnek a tegnapi nevezésben még szerepel, de a végső rajtlistában már nincsen. Úgyhogy egy esélyessel kevesebb. A kérdés most már csak az, hogy Clement vagy Coulson nyeri majd a fődíjat. Hát a fő esélyes Clement, de amelyikük megnyeri ezt a versenyt, az egész biztosan bezsebelheti a 40 ezer dollárt. A hatoson látjuk majd az amerikait, a hármason pedig a puertorikói versenyzőt. Jó a rajt, és Coulson és Clement is nagyon jól elkapta. Karim Husseinnek örülnek a helyiek, mert ő nagyon ráfutott Rasmus Megire. Az ötös pályán Tumuti az, aki megsérült, tehát nem csak Nicholas Bett, a másik kenya is kiszállt a versenyből, de az egyik a verseny alatt legalább. Egyelőre Keron Clement az, aki ráfutott Karim Husseinre is, és Rasmus Megire is, de nagyon jól jön Coulson is a hármas pályán. Itt elég furcsa mozgások is vannak, például, mintha Clement egy kicsit bekötött volna, és most előtte van egyelőre még Hussein is, és az egyes pályán Fánci Ilaki csak úgy beugrott is jön, de a végén Keron Clement csak odaér, az utolsó 10 méteren. Hát Coulson lehet, hogy elhitte már, hogy meg lesz az a 41 ezer dollár, bár ha ismeri Keron Clementet, akkor olyan nagyon nem hihetett benne. Nagyon érdekes verseny volt ez így. Keron Clement nagyon jól kezdett, aztán utána a célegyenesben úgy tűnt, hogy többen is megelőzhetik, és az utolsó métereken csak rátett még egy lapáttal. Hát mondjuk, mit várunk az olimpiai bajnoktól? Mit vártak az ellenfelek az olimpiai bajnoktól? Nagyon jól futott a hazai kedvenc Karim Hussein.